Üdvözöllek benneteket itt Kaveri, és most folytatom az Infamous videómat. Hát miért ne, ugyanis nekem baromira tetszik. Nem tudom, hogy ki hogyan van vele, de szerintem ez egy brutál jó játék. Tulajdonképpen most találkoztunk azzal a dokival, aki erőt, úgymond erőt adott nekünk, mármint hogy aki megcsinálta belőlünk azt, ami lettünk. Úgyhogy innentől kezdve tulajdonképpen szabad az út arra, hogy fejlődjünk. Most kaptunk tőle valamiféle cuccot, amivel elvileg új képességekre tehettünk szert. Most itt kipróbálok mindjárt valamit. Jó, igen. Hoppá, 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 hoppá. Ez egy pöpec jó dolog. Ugye most mit is csinálok? Azt, hogy fölkapom a... De én nem ezt akartam fölkapni. Hanem fölkapom ezt. A kocsit is odavágom. Az igen. Jó, nem rossz, nem rossz. Jó, hát akkor... Ó, bocsánat. Fölébresztjük az embereket. Tulajdonképpen most fölélesztegettük az emberüket. És fölélesztegettem az embereket, ezáltal ugye egy kicsit nőtt ez a jó szintem. De hát ez még önmagában nem jelent semmit, mert hogy ugye többféle módon is végig lehet játszani, vagy úgy játszom végig, hogy jó vagyok, és jó dolgokat teszek, vagy úgy, hogy rossz dolgokat teszek. Mind a kettő más és más fajta ilyen hatást tud belőlem, vagy más és más fajta hatást vált ki. Tehát, hogy igazából így a képességeim is egészen mások lesznek. Jó lenne mondjuk egyébként repkedni. Kicsit jobban. Ez az. Gyerünk, gyerünk, haver. Oké, akkor mutassuk meg. Föltök valamit kapni itt semmit. Igen, egyelőre még kicsit gyengének érzem magam. Olyan szempontból, hogy mintha ezek a katonák, ezek túlságosan tehát túlságosan nagy erőt, hogy mondjam, fejtenének ki rá, már mint azt gondoltam, hogy azért vagyok annyira cool, és vagyok annyira jó, hogy ez igazából kisebb probléma, de hát most mit tegyünk? Jelen pillanatban még ilyen erősek vagyunk, amilyenek vagyunk. Aha, de ilyenekre jó lenne, hogy föl tudnék mászni, de egyelőre még nem tudom a módját. Hát jó, oké, így föl tudok persze mászni. Kár, hogy itt nem tudok fölkapni semmit. Hát igen, ez nem egy prototype. Jó, elvileg egyébként ezzel a lövedékkel egész jól tudok művelni dolgokat. A probléma az, hogy mindjárt kinyitvanok. Most azt nem tudom egyébként, hogy most, hogyha életben marad, de nem maradt, akkor ki tudok belőle szívni valami energiát, ugye? És ha kiszívok belőle valami energiát, akkor meg is tudom magamat gyógyítani. Na jó, erre még rá kell jönnöm. Minden esetre elég szépen, bocs, meg van csinálva
a város. Én pedig eljutok arra a kis vonalra. Ez a... ez az igazi BKV-zás, tisztelt hölgyeim és uraim. Mindenféle bérlet nélkül. És jön a villamos. Jegyeket, bérleteket, de hát nekem nincsen jegyem és bérletem. Na, itt van egy valami info. Aha, tehát itt tudom elindítani a missziót. Oké, okay, lássuk ezt a missziót. Sure. Well, when Wolf was undercover with the First Sons, he used messenger birds to smuggle reports to his NSA contact, which was me. So he's not like your significantly older boyfriend or something like that. I think the term that you're looking for here is. So föl kell másznom erre a templomszerűségre. És ez nem tudom, hogy ez jelen pillanatban. Miért jelent akkora nagy feladatot? Valami kell a tetejéről. Egész könnyen lehet rajta közlekedni, hál' ennek a sok kilógó cuccnak. És elvileg... aha, igen, itt fel tudom még jobban magamat dobatni. Ezekkel a kis elektromos cuccokkal. Ez az... ja, hogy csak föl kellett jönnöm a tetejére. És... ezt kell ezt a madarat leszednem? Gotcha! Hey man, you climbed all the way up there. Might as well come down with style! Mi van? Good. Now there should be a thumb drive attached to the collar. Plug it into your phone. I've already sent you the encryption key. Okay, lelőttem. Ja, hogy volt benne valami cucc. Okay, értem én. Agent Quo, I feel quite confident that only you will be able to decode these messages. Igazából ebben a játékban egyelőre jó nap lenni unalmas, már mint itt. Wow. Tök jó lenne dobálni ezt a kocsit, de nem akarom. Először így szeretném mindenképpen végigvinni. Aztán majd meglátjuk természetesen. Jó, felmesszük a tetőre. It's a good start. I saw a whole flock of those birds escape from Wolf's lab after it blew. I gotta keep my eyes open. Yeah, oh, while you're at it, I spotted some rheasite fragments near the tower. Rhea what? You know, the chunks of earth irradiated shard during race for testing? Wolf seemed to think that you would know what to do with them. Oh, right. Yeah, we called them blast shards. Blast shard is me. Mi ez? Mi ez a blast shard? Nem vágom. Tényleg nem. Hé, mi az a kis genya ott? Aha, szóval ezeket kell megtalálnom. My body absorbs their energy. Couple more blast shards and I'll be ready to store more power. Aha, tehát akkor ezek valamilyen pluszpontot jelentenek? It's alright, I'll find him. Hey, listen, in that recording, Wolf mentioned you had a contact up at Empire City. You knew him. Actually, his name was John White. No way. The NSA had a vague idea of what conduits were. They scanned okay, ez egyébként tök jó, hogy egy csomó ilyen van a pályán, de ez annyira engem nem motivál. Mármint értitek. Én soha nem szerettem az ilyen... az ilyen gyűjtögetős, szedegetős dolgokat. Talán utoljára már jó volt, ahol ez volt a... de hát ott se az volt a lényeg, hogy összeszed mindet, hanem igazából ez csak az életet adta, hogy összeszedted a coinokat. Oké. Okay. Akkor most talán valamiféle új. Új missziót kérünk! Some unsavory characters. Yeah, a little penicillin, it all cleared up. Well, now it's your turn. Couple of them still have a number. They're looking for some help from the electric man. Nem tudom, így jutnak fel. I guess you're famous, pal.
even in the ass end of the south. Na hát akkor végre hosszas pofázgatás után ez mondjuk annyira nem jön be már, mint hogy itt egy csomót kell pofázni, menni. Tehát, hogy itt azért tényleg mégiscsak annak kéne lennie, nem, hogy egy sztorint követek. Mert én örülök neki, hogy ez ilyen open world történet, de hát hogy azért alapvetően open world ide, open world oda, valamiféle mozgalmasság azért mindenféleképpen kéne bele. Van egy ötletem. Az Infamous villamoson végigmegyünk. Kicsit az irányítást még szoknom kell. Valahogy nem az igazi. Viszont az épületek szépek, tehát azt el kell mondanom, hogy felszálltam a villamosra, szuper. Hogy egész baba. És közben végig rezgőn van a telefonom, mármint nem a telefonom, hanem ez a kontroller. Jó, egyébként egyszer meg fogom csinálni azt, hogy csak itt simán körbejárok ebbe a városba. Bár azt hiszem, hogy itt majd több-több várost fogok végigjárni. Oh. Szinte szerintem nyilvánvaló. Ugye el kell jutnom a szörnyig, aztán meg a szörnyet ki kell majd nyírnom. Jó lenne egy kicsit vagdalkozni is valamit. Jó, hát persze lőhetnek, de tulajdonképpen nem kihívás előlük elmenekülni. Hajrá! Opa, itt van valami. Megtaláltam, de szállj már le, ember! Mission start, oké. Hey man, word is out. I got contacted by a cop and a junkie. Wow, that's quite a fan base. These people take you seriously, man. Helping them out will send a message. Érdekes egyébként az, hogy ha azt nézzük, hogy a PS3 egy kicsivel később jött ki, nem azért sokkal később jött, mint az Xbox. Hogy elvileg ugyanaz, részben ugyanaz a hardware-rel sokkal szebb grafikai teljesítményeket tudnak elpöttyögtetni, bár nem vagyok benne biztos, hogy teljesen ugyanaz. Kíváncsi leszek, hogy az új részeknél, mint az új konzoloknál mennyire fog ez majd bejönni. Hogy mekkora lesz a különbség, hiszen szinte egy időben fog kikerülni. Ez mi ez? Aha, tehát hogy itt választhatok, hogy milyen missziót akarok végigvinni. Tehát jót vagy rosszat? Hát oké, kezdjünk egy jó missziót. Ezt határoztam el. Aztán majd meglátjuk, hogy mennyire lesznek izgalmasak. Bár gyanítom, a játékészítők arra koncentráltak, hogy mind a két fejezet izgalmas legyen, hiszen elég hülyén is éreznénk magunkat, hogyha a jó részek csak azoknak maradnának, akik, hogy is mondjam, szeretnek rosszalkodni. Ó, ne! Ezt valahol... A csajnak mi baja van? Ez az, felszálltunk a metróra. Bár lehet, hogy pont rossz irányba megyek. Sőt, biztos, hogy rossz irányba megyek, úgyhogy keresztül vágunk inkább a parkon, az lesz a legjobb. Közben kipróbáljuk azt, hogy tudok-e futni. Kocsival tudok. Ezt a kis hölgyet meggyógyítjuk.